Nemzeti Könyvtárunk térképtárának alapját a könyvtár alapító Gróf Széchenyi Ferenc egykori térképgyűjteménye képezi. Ez a több ezer darabos gyűjtemény számos értéket, térképtörténeti ritkaságot tartalmaz. Gyűjtemény katalógus szerkesztésével kapcsolatos munkáknál döbbentünk rá, hogy ennek a gyűjteménynek milyen értékei vannak. Nyomtatott országtérképek, országrésztérképek és megye térképek láthatók a kiállításon. Az első vitrínben 16-tól 18. századig században készült holland, német, osztrák és magyar művek láthatók. A másodikban országrésztérképek, tehát Erdély, Felvidék, Délvidék, Csalóköz térképei. A harmadik vitrínben pedig a 18. században újjáélet magyar térképészetnek egyik talán legfontosabb, legjelentősebb térképfajtájából a megye térképekből válogattunk.